Hello mindenki! Megint ezen a szent helyen vagyunk, ahol a múltkori roadmovie-nk, a W12-es Audi indult, és most viszont G a szerencsés, aki elkísér erre a szuper titkos küldetésre. Szevasztok! Amiről nem árulhatok el semmit, hisz akkor mindenkit meg kéne öljünk. De majd meglátjátok, szuper lesz. Megmutatjuk. Ausztria, kenguruk földje, szeretettek. Ó, hát látod? Látod, fia? Itt lehet. Nem megy neki a madár. Érdekes módon. Na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Úgyis tudjuk, hogy a kurclapac ellentét az így is élénken húzál a közvéleményben. Nem szabad, ne öntsük az olajat a tűzre, mindenkit egyformán szeretünk, aki minket szeret. Itt ezek az oszlopos trafipaxok például engem kifejezetten szeretnek itt a hátár mögött. Jönnek megint az eurós csekkék, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy most a kedvesemmel elindultunk Sinsheimbe, most van péntek, még 746 kilométerünk van hátra, hogy a Technikai Múzeumban ott egy magyar csoportot gardírozzak, úgymond, meghallgassak a hülyeségemet, amit mondok, de holnap, mikor ott végzünk délután, akkor elautózunk onnan egy 4 órát Pollingba, ami Münchentől 100-asra van nagyjából. És holnap, mikor mi megébredünk reggel, akkor már Zoltán és G elindulnak egy remek Hyundai Ioniq-kal. Igen, Hyundai Ioniq plug-in hybriddel, ami most ugye a tartós tesztautónk az MHC-től. Azzal elindulnak Budapestről, érkeznek oda, Pollink mellé, ahova mi jövünk majd Sinsheimből. Hogy? Olyat forgassunk, amit a mi életünkben már biztos nem fogunk ezekbe a dolgokba ülni. Az egyikbe szerintem senki más, a másik kettőbe talán lesznek még olyan szerencsések, de nagyon-nagyon jó anyagokat hozunk nektek haza. És hát ez most egy ilyen kis roadmovie jellegű bejelentkezés lesz innen az útról. Remélem a srácok is hasonlóképpen cselekednek, és vidáman telik a hangulat. A remek Ioniq Hyundai Ioniq fedélzetét, mi tökéletesen meg vagyunk. Az öreg traktor egy-kettően fajja a kilométereket, a klímája hűs, és csendesen cicereg nekünk a muzsikaszon. Tartsatok ma is velünk! Csapágy hangja van, nem Zoli? Hát már én egy ideje hallom, hogy szerintem csapágy, de most elkezdett húhogni. De már ez itt 100 km óta halljuk, nem? Elkezd, nem tudom, igen, olyan elkopott ez a tesztautó alattunk szerintem valahogy. De ezt meg kéne nézni gyorsan. Az van, hogy most itt mi le fogunk farolni, mert hogy bökéne vásárolni, és így aztán úgyis meg fogunk állni. Mit szólsz? Nézzük meg, hogy ízik-e már a csapágy. Igen, olyan, mint hogyha jobb hátulról húogna. Megpróbáltam ugye megnézni, hogy mintha változna a hang, tehát valami kezdődő dolog, de az előbb arra jutottunk, nem, hogy ahogy megyünk, így ilyen, mint a szélzaj, így húogna valami alulról. Lehet, hogy egy műanyag elem leválni készülődik. De az meg verni az alját. Hát, én, vagy valóban bement a szél, de figyelj, nem itt fúj, ezért máshol. Ha kigyulladt, Bencének meg tudjuk mutatni, hogy a jobb hátsó keréktől indult a tűz, jó? Igen, tehát, hogy onnan volt. A tűzfészek ott volt. Figyelj. Na, álljunk meg, nézzük meg, nehogy kigyulladjon a lapot. Na, ízik már. Mi kell rá? Ez kell rám nagyon. Nem. Vásárláshoz. Lacisos szemed mit lát? Nem füstöl semmi, nem izzik.
tök jó. Semmit. Megusszuk? Majd kiderül, még van 100 vissza. Nem tudom, menjünk, együnk, haladjunk. Helyzet, hogy felhívjuk Papót, mert az adminisztrációs problémáról ő még nem tud. Igen, ott hiba csúszott a rendszerbe. Bence a Németországban lévő 2 darab Polling nevű település közül a rossz Pollingba, nem nekünk jó Pollingba foglalt szállást, ami a jó HK Engineeringtől van 154 kilométerre. És erre most jöttünk rá útközben az Olival, úgyhogy... De nem, most... nagyon ügyesen szóltál, pont 13 méter volt még a lehajtóig. Felhívjuk Papót, közöljük vele a problémát. Jeep, tárlatot vezetek, tudod, a múzeumban, és most nagyon sok ember hallja, amit beszélek a mikrofonban. Jó, van egy kis szállásügyi probléma, de majd, ha tudsz, visszahívsz, jó? Mi a probléma? Ne oda menjél, ahol a booking cím van. Mert a 154 kilométerre arrébb van, ahova a Bence foglalt. A HK Engineeringet üsd be, amikor jössz, és akkor majd ott találunk valami szállást, jó? Mi van? Ja. Pista, 2 darab Polling van Németországban, egymástól 150 kilométerre. Igen. A Bence a rosszabbik Pollingba foglalta a szállást. 150 kilométerre odébb foglalta Bence szállást? És igen. És nem lemondható, tehát a 680 euróhoz ment a levesbe. De azt mondtuk neki, hogy azért ne legyen már az, hogy reggelente, tehát minden nap 300 kilométerre kell autóznia. Az nem jó ötlet, igen. Na, úgyhogy átírtuk, HK Engineeringhez megyünk most mi. Így most nem másfél órára vagyunk, hanem 3,5-re, de majd ott valamit találunk, szállást, nem tudom. Na jó, figyeljetek, felhívlak, hogyha végeztünk. Jó, csak azért szóltunk, hogy ne a rossz Pollingba menjél, tehát amit kaptál címet, jó. Az nem jó. Igen, az nem jó. Akkor a Bence adja meg a hitelkártya adatokat, amivel tudtok új szállást foglalni. Jó, majd ezt... És üdvözöljük! Kézzel, most otthonról, de nagyon gyorsan. Igen. Jó. Minden oké. Okay. Ezt szokta egyszer, Csikós, és majd beszélünk. Jó. Okay. Ciao. Hello. Ciao. Na, úgyhogy... Ilyen egy road trip movie action by Speedzone. Most... Neked is szívritmusod zavarod? Ne, nekem jó a szívritmusom. Hát most, na most már nekem is. Ki de... tudjuk fizetni, ha nagyon baj van, csak kellemetlen. Nekem volt egyszer egy ilyen a rallis csapatomnál, hogy egy hónappal másik dátumra foglaltam, 220 ezer forint ment a levesbe ott is, úgyhogy... Jó, ez alapvetően, ez magyarok vagyunk, ez nem a mi hibánk. Ketten voltunk, mi nem voltunk, úgyhogy... Miért van két Polling, nem? Miért nem van egy Polling, meg egy Polling? Vagy egy Pölling. A Pölling is van egyébként. Csak... Na jó, hát... Ma jelentkezünk, ha odaértünk. Ha nem, akkor meg valahol Németországban keringünk a pályán, úgyhogy ennyi. Ez... Olé! Házoltam neked szivárványt. Köszönöm. Nagyon szép. Na, hát mi elindultuk másfél órával ezelőtt Zinsheimből, Pollingba. De kivételesen a jó Pollingba, hiszen 2 Polling létezik Németországban. Polling van ott, ahol az Oléknek a műhelye. Foglaltunk szállást még otthon a rossz Pollingba. Bocsánat, jaj, de gyönyörű szivárvány! Kettő! És egész... bocs, ezt most szétrolkodtam, de haragudtam. Nem baj, szétrolkodtam. Ó, de gyönyörű! Örülök neki, hogy te is megtalálod a szépet ebben az esetben.
dupla szivárvány. Dupla szivárvány, és teljes félkör. Tehát, hogy így... Nagyon szép. És megyünk bele. És alatta van a kincs. Ott lejtették el a kis zöld emberkék a nagy kalapba a kincset. Ahová megyünk. Ahová megyünk. Hát azt ott egyéb kincsek vannak egyesen. Ott egyéb kincsek vannak. Valószínűleg érnek annyit, mint amit a szivárvány alatt lévünk is érne. Na, na most bocs. Gyönyörű természeti jelenségeket, illetve légköri jelenségeket láthattunk. Szóval most a jó pollingbe megyünk, mert milyen rossz pollingbe foglaltunk szállást, ami nem lenne olyan messze, de azért reggel 150 km tartozni oda-vissza, az már 300, ez annyira nem frankó. G-nek és a Zolinak még körülbelül egy órányi útjuk van hátra, nekünk másfél. Megyünk, amit tudunk, ugye itt a korlátozás nélküli német autópályán, ami lehet haladni. És hát holnap aztán kiderül számukra is, az egyik autó az még rejtély, a másikkal tisztában vagyunk, meg ugye a harmadikkal is, amit majd hétfőn forgatunk. Szabszemben a senkőbe közelítjük meg a helyszínt, szállásokat, ahol végre megiszunk egy sört, és főzünk meleg kaját, mert ma még csak egy szendvicset ettem. És nézd, ott kezdődik a szivárvány, ott van alatta a bankkártya. Látod, leér teljesen a fákig, ott van, látod? Igen. Életemben nem láttam még szivárvány véget, csak most. Milyen nagy arca van most, mi? Reggel meg így reszketettem, meg tegnap is, mint a kocsonya. Miért reszketettél? Mit fogok mondani? Miért reszketettél? Mit fogok mondani? Jaj. Megadjuk neki az időt, hogy kibontakozzon délutánig. Ezért én elviszem a balhét, a délelőtti balhét. Így szeretek beszélgetni. Nézd meg. Ugye? Na, két pulóver, három ing, fűtött kabát. Úgy néz ki, mint a izé. Mint a Michelin baba, bibendum. Jó, ez... Várjál most. Ez egy szemétároló. Ha ez a szemétároló? Akkor lekelőjél, vagy mi? Nagy a felvezetés. Na, ez a szemétároló. Menj előre. Jaj, még egyet. Nem, ez a szemétároló. El tudsz képzelni, amikor ezt mondja a szemétároló, akkor mi van bent? Lamborghini hegyek. Aha, kifejezetten. Na, mondom, Zoli. Menj előre. Ezt ki fogjuk hozni. Ne, azt ott. De engem ez tudod rögtön. Aha. Egy nagyon kedves ismerősünkkel van megosztva ez a csarnok, Felesbe. Ó, a srác. TCR-es. Hú, izé, Leonnak a igen, ő a mindenféle ralliba, meg nem tudom milyen versenyeken indul. A lánya az, aki versenyzik, van egy nagyon csinos, nagyon kedves kislánya, aki egyébként E30 M3-mal versenyzik valahol. Tökön van tudja, itt mi. Izé, Cupra is. De van itt minden, igen. De Gaston Martin. De mint hogyha a Volvo kapatónál egy kicsit szélesebb. Ez is izé, kupás. A TCR-es autó, az meg Aston Martin. Jó, az a lényeg, hogy a csarnok feléig, itt jól lehet látni a... Ide hoztad a versenyautót? A tuti felfestést, igen. De ez még nincsen kész? De ez sose lesz kész. Annyira várom. Ez sose lesz kész igazából. Azt várhatod. Ezt Zolinak megmutatom, hogy technikailag ez micsoda. Hosszú távú versenyzésre találtam ki ezt az autót. Az azt jelenti, hogy Párizs-Dakar, vagy Dél-Amerika rally, igen, ilyesmire. Mekkora mászóka van benne, bőző, nézzük meg. És azért biztos, ami biztos, igen. És akkor azon kívül, hogy kap egy kicsit erősített motort, hogy tudjunk azért sokat menni üzemanyagból, benne van a gyári 80 literes tank, meg még tettem hozzá még egy 60 literes tankot. Benne van két darab pumpa, ugye főpumpa, mellékpumpa. Fölülről tankolsz, hogy azért Dél-Amerikában, hogyha valami cuccot benne van, akkor nehogy az legyen, hogy lecsapnak, elviszik, stb., hanem egyből kívülről tankolsz. Ilyen apróságokat csináltunk. Brutál. Ezt mindén csináltam az utolsó kis milliméterig. Kitömött versenytank? Mindennek megfelel? Persze. Hú, de hallod, ez a duplasoros. Kell, mert azért nem baj, hogyha véletlenül a fejed tetejére áll, akkor ne az legyen, hogy... Nem bíztál az eredeti tetőbe? Nem. Igen, itt vannak dolgok. De nem az, hát ott van az Na. autó, hát az autó, te.
tehát minden más csak, minden más csak pótcselekvés. Mert van itt egy pár, ott egy gyári speedster, 10 éve oda van hányva, már szóltam, hogy szeretném összerakni. De a gond... Tudom. Megoldom. Igen, én is azt mondtam már, hogy... Nem elviszik. Szóljál, hogy... Most a tetejére rakjuk az Audi-nak, azt visszük haza. Steve, nézd csak, hogyha erre besétálsz, és abba az irányba, oda balra hátra elnézel, akkor ott is vannak érdekességek. Ez egy E-Type? Melyik? A sárga. A sárga? Nem, az egy Ferrari. Az SLR-nek a fa formája. Fa formája. Baszki. Azon kellett kalapálni a lemezt. Így van. Úgy is hívják a németek, hogy klapform. Kalapáló forma. Az fából van, azon hajlítod a lemezt. Így van, és erre próbálod mindig rá. Ez egy méret. Ez egy méret pontos, így van, ez egy teljesen méretpontos faforma. Nézd csak az E1-es lila BMW-t mellette, meg a kis Maserati, hogy hívják ott? Az egy Ghibli. Ghibli. Régi római rendszámban. Ez milyen, amikor egy Countach mellett így más nézel. Amikor így mellette, azt tudod, hogy... Várjál egy kicsit, ott beljebb megyek, megnézem. Ezzel megyünk még, ezt nem hagyhatjuk csak úgy. Ez Zoltánnak ebbe bekerülni. Megöleltem egy ilyet. Nem, majd vezetni is fogod. Ja? Mi van még? Vesz téged a puska? Hogy vezetni is fog, tudod? Igen. Okay. Hát ott még azért na. Hát itt vannak még ilyen letárolt autók, az ott hátul. Ő lett volna egyébként az, akit nagyon szívesen elvittem volna egy körre, de miután kinyitott a benzincsapot és bal hátul folyik belőle egyenesen ki az, amit elől betöltesz, benzin, azt inkább akkor most nem viszük el, sajnos időm nem volt most ezt összerakni. Az E1-es BMW, gyönyörűen. A műanyag karosszériás E30, tulajdonképpen egy 25-ös E30, és jól látszik, hogy annyira megszívja az UV a műanyag kasznit, hogy egy idő után elcsavarodik, és berepedik. Így reped, nézd, ja. Mert műanyag, megeszi az UV, meg minden, ezért nagyon nehéz egyrészt vonalba állítani, megrakni. Gyönyörűen de megy. De műszakilag egy E30-ról nem egy nagy truváj, de a lefele csúszó ajtók, minden, ez egy akkora zseniális gép, hogy beszarsz. Valami 30 pár ezer kilométer van benne. Elképesztő. Ezt kéne még egyszer kipróbálni. Működik, gyönyörűen megy. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Vigyük ki? Nem tudjuk kivinni, ügyfélé direkt ja. Vigyáznak rá. Aha. Ezért is van letárolva, több gyönyörű szép BMW-je is van. Tudod, megnyomod a gombot, itt azt lecsúszik az ajtóba. Nem. Ez az ügyfél, kifejezetten neki is van esélye, és igazából ő azt szokta csinálni, hogy neki nincs olyan sok tároló helye. Nem mondom. Így van, és akkor ide hozza az autó, itt neki van több ilyen autója egyébként, amit nálunk tárol. Ó, Amerak. A Ghibli. Nem, Ghibli. Amerak az két, az egy kupé, ez meg egy túraautó. Őt is ki tudtuk volna vinni, de nem volt időm átnézni, őt is tavaly használtuk utoljára, ez a főnökömnek az autója körülbelül 30-35 éve. És kéziváltos, óóó! Oh. És nagyon-nagyon szépen megy. Ez... Szoktam vele is néha foglalkozni. Quadcam 8 henger, ezt tudja. Ez a Borának a motorja. Kvázi, igen. Hát, a Borában nem volt 4 hét, azt hiszem. De. Volt 4 hét. A Bora volt a nagy, a Merak volt a kicsi. A tényleg igazad van, bocsánat. A Merak volt a kicsi. Merak volt a kicsi. Az is nagyon fasza. Ha már ők autóról beszélgetnek, szóval ez se ez az átlag fejér öntött. Igen, nem az olcsó balatoni. Zsanő. Algátlanítva van, látod? Azért lakkozott felületnek. Ez na. Kis kollégámé, kis 23 éves kis kollégámé. Kis kollega? Kis finomság, nagyon kis cuki. Ez a főnökasszonyomé, illetve az ex-főnökasszonyomé. Alkudozok már rá 10 éve, de csak nem akarja ideadni, viszont szegény meg itt rohad. Cserébe viszont iszonyatosat megy. 427 blokk van benne. Jó. Lehúzott ablakkal. Több, mint elég mindenre az az erő, ami ebben az autóban van. Meg kéziváltós. És kéziváltós. Mikor látta utoljára C2-es kéziváltós korvettet? Ez C3. C3-as, bocsánat. Kéziváltós, baszki. Ez az ultra. Iszonyatosat megy. Ez? Iszonyatosat megy. Ez egy helybe felgangolsz 4-ig. Hogy nézem már ezt a
kislegelő fát, hát engem ez érdekel. Igen. No, hát ugye ezen készült, tudod az, ami. Menjél G-be, mutasd meg te, én ma láttam ilyet. Ez maga. Hát amikor még nem géppel. Hát így, ahogy elkezded rá, mert ugye itt egy lemezt fogsz, nem egy előre gyártott valamit, hanem fogsz egy lemezt és ide. Figyelj, nálunk ott a Fahegyen volt egy öreg, aki a repülő csinálta a motorburkat, egy 5-hengeres csillagmotornak volt, ilyen pupos. Csak ő tudta azt úgy kiütni, hogy tuti legyen. Ez itt tényleg az, hogy erre ráalakítod a lemezt. Na, oda kapcsolod, és akkor szépen gömbölyítő kalapáccsal gömbölyíted. Igen, ütöd, nyújtod, és akkor erre kell illeszkedjen. Mi? Akkor lesz tuti. Kedélyek. Egy kadíjak, mert tudjátok, én már ezerszer féleképpen lehet. Ilyet még nem is voltam közel hozzá. Ez is, ebben is benne van egy autóára, ebbe a fakeretbe. Szerintem. Az első és legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy ebből az autóból kettő darab létezik a világon. Az egyik a Mercedes-Benz gyári múzeumában van, a másik azt alig pár évvel ezelőtt, vagy tavaly előtt 135 millió euróért árverezték el, ami rögtön minden idők legdrágábban elárverezett autójává tette. Ez annyi pénz, amennyi hát fele ennyi árverezték el annól a legdrágább Ferrari 250 GTO-t. Kettő. Egyik múzeumban van, a másikat már soha nem látja senki. És akkor itt van ez, ami nagyon érdekes kérdés vett fel. Sokat gondolkoztunk ezen, hogy hogyan mutassuk be nektek ezt az autót, hogy ez lenne a két és feledik? Vagy most ez az, vagy mégsem az? A történet ennél sokkal bonyolultabb. Ugye egyrészt kell hozzá nagyon-nagyon sok-sok idő, nagyon-nagyon sok-sok pénz, és kell hozzá az, hogy te úgy építsél meg gyári technológiával, a létező legtöbb gyári alkatrészt felhasználva egy ilyen autót, hogy amikor kopogtatnád a Mercedes-Benz, mert be akar perelni miatta, akkor egy akkora nagy gigantikus gyártó, mint a Mercedes-Benz elveszítse a pert. Ennek az autónak ez a története. Ez az autó tulajdonképpen döntsétek el ti, hogy tekinthető eredetinek, vagy nem. Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Mielőtt még feltennétek a kérdést, hogy akkor mennyit ér most, itt ez az autó, ami mellett ülök, csak a tulajdonosát idézném, aki azt mondta, hogy egy biztos 135 millió eurónál kevesebbet. Annyit ér, amennyit adnak érte. Ez a Mercedes-Benz 300 SLR, hát csúnya szó azt mondani, hogy másolata, meg csúnya szó azt mondani, hogy reinkarnációja, mert tulajdonképpen ez az, de nem is. A létező legtöbb felelhető gyári alkatrész felhasználásával készült, ugyanúgy a karosszéria egy fakereten lett kikupácsolva, ugyanabból az anyagból, ezt a fakeretet láthatjátok is, hiszen láttuk a faformát. Ez a kormány például effektíve a Stirling Moss kormánya volt, ezt ő fogta a kezébe, amit most a kezembe fogok, külön érdemes majd megnézni. Szóval ez az az autó, amit több ponton támadott a Mercedes, és nem jártak sikerrel. Többek között a csillagot is büszkén viselheti, és a formájára se vonatkozott semmilyen szabadalom, mert az első és legnagyobb tévhit az az, amely azóta is kering a neten, valahol érthető módon vagy a köztudatban, hogy Uhlenhaut kupénak hívjuk a 300 SLR-t. Ami bizonyos szempontból igaz, hiszen a zseniális Rudolf Uhlenhaut volt a tervező csapat vezetője, aki annak idején megrajzolta ezt is, meg az elődjét is,
tudjátok, a nyitott legendás 7.22-est, ami azért 7.22, mert 7 óra 22-kor rajtolt vele Stirling Moss. De senki nem tudja, és nem ez a per során kiderült, nem köthető személyhez maga a formaterv. És ezt majd később elmagyarázzuk nektek, hogy miért nem. Egyszerűen azért nem, nagy vonalakban, mert akkoriban az összes hasonló versenyautó, az összes azonos kategóriájú versenyautó valamiképpen így nézett ki. Senki nem tudja pontosan, hogy ki rajzolta, ki tervezte, igazából a szükség és az igény hozta létre ezt a formát, ezt a gyönyörű formát, és pont ezért időtálló és tökéletes a forma, mert ez egy célszerszám, a szükség formálta ilyenre. 1955-ben járunk, amikor is a Mercedes-Benz a legjobb úton volt afelé, hogy behúzza második világbajnoki címét 54 után a Formula 1-ben, amit már akkor Formula 1-nek hívtunk, Juan Manuel Fangio mellé szerződtették a zseniális ifjú titán Stirling Moss, akit minden idők legjobb Forma 1-es világbajnoki cím nélküli versenyzőjének tartottak, és hát nekik is állt a zászló. 54-ben megnyertek mindent, a Forma 1-et, a 300 SLR-rel, amit még ugye a nyitott változatok voltak, megnyerték a túrautók világbajnokságát, ha lehet így azt hívni, akkoriban még azért nem így hívták, és 55-ben, amikor bekövetkezett ugye a Le Mans-i katasztrófa, amikor is Pierre Löwég autója több mint 84 nézőt ölt meg, saját magát beleértve, és a Mercedes-Benz kivonult a versenysportból hosszú-hosszú évekre, és akkor hosszú-hosszú évekre betiltották az autóversenyzést sok országban, többek között Svájcban is, akkor már kész volt ez az autó, amit az 56-os szezonra építettek, kettő darabot. De versenyezni soha nem versenyzett. És a tervezőcsapat vezetője, ugyanúgy nem tudok betelni ezzel a kormánnyal, majd megmutatom, hogy mi. Tervezőcsapat vezetője ugyanúgy a zseniális Rudolf Uhlenhaut volt, akinek ugye a Flügertürert, illetve a Rostert is köszönhetjük, ezt láthattátok már egy korábbi adásunkban, nem titok, hogy itt vagyunk kint Szavéri Zolinál, HK Engineeringnél, és ő volt az, aki megtervezte a térhálós csővázat. Kétségkívül egy nagyon-nagyon tehetséges autóversenyző, ezt nagyon fontos tudni, és egy zseniális mérnök volt. De senki nem tudja, hogy tényleg ő rajzolta-e az autót. Igazából nem is kellett rajzolni. Adta magát a forma. Akkoriban, amit tudtak az aerodinamikáról, amilyen felépítésük volt a versenyautóknak, tök mindegy, hogy GTO Ferrari-ról beszélünk, vagy a Jaguarokról, valahogy úgy magától formálta meg a szükség ezeket az autókat. 1956-ban még akarták nevezni az autót a Carrera Panamericára, ami ugye egy nagyon hosszú távú, nagyon igényes verseny volt, úgy technika, mint ember szempontjából, de ez már nem történt meg. A 300 SLR utolsó nagy győzelme, ami még ugye nyitotté volt, az az a Mille Miglia volt, amit Stirling Moss nyert meg Juan Manuel Fangio előtt tetemes előnnyel, úgy, hogy forgalomban, közúton, 1000 mérföldön át nagyjából 100 mérföld per órás átlagot tudott futni, ami azért nagyon-nagyon sok. A 300 SLR volt elmondása szerint is minden idők legjobb versenyautója, illetve a legjobb versenyautó, amiben valaha ült, mert erős volt, gyors volt, kezes volt és rettentően megbízható. Nos, a kupéból készült kettő. Uhlenhaut használta az egyiket az utcán, saját autóként, hiszen ha már kész volt, ha már megtervezték, miért ne használhatná, és ezzel a sor 8-as versenyautóval, amire biggyeztett egy hatalmas nagy bödönnyi kipufogó dobot, hogy ne őrüljön meg a hangzavarba, ezzel közlekedett Európa útjain, teljesen magabiztosan, megbízhatóan volt olyan tárgyalása, ahová nagyjából 270-nel kellett odaérnie keresztül Németországon, azt is megcsinálta, hiszen egy jó versenyző, jó pilóta volt. Az autó nyilván kapott egy engedélyt, hiszen 1956-ban Németországban Mercedes gyárként bármire kaptál forgalmit, és teljesen legálisan közlekedett az autóval. Aztán telt múlt az idő, ezek az autók eltűntek, ugye az egyik az gyárban van, a múzeumban, a másikat meg ugye elárverezték, de volt egy elvetemült, akit hát Drusam, hát szintén így hívják, aki rengeteg pénzt fektetett abba, hogy megépítse újra ezt az autót. Ez az, ami mellett ülünk. 18 évnyi munka van benne, rengeteg pereskedés, konkrétan 5, ahhoz, hogy ez az autó itt lehessen és viselhesse a csillagot.
És most megmutatjuk nektek, ez most itt a Zolinak a szövege lett volna, ő is itt van, hogy miért van az, hogy ez a létező legközelebb van ahhoz, amit jó eséllyel soha nem fogunk már látni mozogni, élő ember nem fog beleülni, és egyszerűen ez eltűnt. Mi köze van ennek a világ legdrágább autójához? Mindjárt kinyitunk rajta mindent, szólok a Saveri Zolinak, és végigmegyünk azon a csodán, amit úgy hívnak, hogy Mercedes-Benz 300 SLR. Euroleasing. A fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Igen, mi vagyunk, csak a nevünk változott. Az Eurofleet mostantól MHC Mobility. A világ egyik legnagyobb leasing csoportjánál mindent megtalálsz. Dízel vagy elektromos? MHC Mobility. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményű feladatokhoz. A műsor támogatója az Arrivabusz Kft. Budapesti autóbuszvezető állások dísjogosítvánnyal, most azonnali bruttó 500 000 forint egyszeri belépési bónusszal. Arrivabusz. De első körben... Szevasz Zolikám, gyere ide be a képbe. Szevasz. Saveri Zolit már jól ismeritek. Hát talán nincs ember, aki többet tud erről az autóról, mint ő. De első körben azt nyugodtan kijelenthetjük, ezt mondjuk a nézőinknek, hogy az SLR-nek annyi köze van a 300 SLR-hez, mint egy VRC autónak egy utcaihoz. Sok nincs. Sok nincs. Ez is gurul, meg lehet kormányozni, de sok nincsen. Nagyon át lett építve az autó. Nagyon. Tehát az SL-hez képest, ugye az SL fejlesztése, az effektíve egy pár hónappal később kezdődött. És rögvest az első. Belenézel a motortérbe, pont fordítva van benne a motor. Tehát egyáltalán csak annyi, hogy ebben az autóban nagyon letették a motort, és eldöntötték jobbra. Hát mert nyilván elmondjuk, mert hogy miért. Így van. Ugyanakkor a Sor 8, ami ebbe volt annak idején, azt annak idején 8 hengeres motor híján, illetve hát a háború előtti SSK-kból, meg ilyenekből az a nagy öntötves blokk, az nem volt erre alkalmas. Volt erre így alkalmas. Van. Úgyhogy két darab 4 hengeres motort csavaroztak össze, öntöttek hozzá külön főtengelyt, 8 hengeres főtengelyt, és akkor így lett Sor 8, ami ugyancsak 3 literes volt. De minden egyéb hat hengeressel... Ez volt akkor a formula szabály. Ez volt a formula szabály, igen, és azért ez már 1955-ben tudta a 302 lóerőt. Az akkor egy Uber volt, és 270 volt a tempó. 290. A műzamba 290-et tudott már, ezt mérték. Tehát... Na de, hogy még visszatérjünk, még maradjunk az elején. Szóval ez már akkor is egy marketing eszköz volt. Úgy nézett ki, mint egy utcai 300 SL nagy vonalakban, de ahogy mondottam, ez egy ízig-vérig versenyautó volt. Teljesen más volt a váz, máshol ült benne az ember, más volt benne a motor, a futómű, a karosszéria. Ahogy ennél is egy... Ez nagyon prűd és nagyon vékony. Nagyon vékony, magnézium 5, alumínium 5 vözetből, elektromból készült. Hipervékony volt, a sűrűség 1,7 volt a 8 és feles acélhoz képest. Ezt az autót se lehet bárhol megtolni, így ahogy mozgattuk itt tologatva. És hát ugye magán azon a fa 1,7 formán, gram per köbcenti. Igen, így van, bocsánat. Normál alu az 2,7 gram per köbcenti, 2,74 talán, vagy 72. Ugye a fa forma az pedig teljesen eredeti, amin ki lett kalapálva az autónak a formája, ezt láthattátok is. Mondhatjuk azt, hogy másodat ugyanúgy építettétek meg, mint az eredetit. Egy nagy különbség van, hogy ugye Sor 8-as versenymotort az nincs a világon, tehát az a dezmodromikus vezérlésű Sor 8-as versenymotor nincs, úgyhogy belekerült a jó az ismert. SL, így van, tehát az SL-nek a Sor 6 3 literje. Hát ami messze nem széria motor, itt sem. Nem, itt is azért szoktuk úgy mondani, hogy optimalizáltuk. És nézzétek meg, hogy maga a szükség milyen érdekes technikai megoldásokat eredményezett. Gyere, nézd meg szemből a géptetőt. Látod? Mint a banán. Ezt úgy tudom megmutatni igazából, amikor lecsukod. Ezt ott igen. Jobban lehet látni a vonalaknál, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy banán. Mert versenyautó, nem számított, hogy néz ki, hogy van, nézd meg. Így. Az egész így be van hajlítva, a másik oldalon ugyanerre van. Mert egy versenyautónál sokkal jobban számított. Szerelhető, igen. Igen. Tehát itt ez csak ennyi volt. Maga a karosszéria is. Hosszú az orr, nyissuk vissza Zoltán. Ott középen a kis bőrlebernyeggel. Támaszt ki.
Azaz, és oda megy be, abba a lukba, azaz. Az autó orra, na mindegy, a vázis teljesen más. Az autó orra hosszabb, nem sokkal, de hosszabb. Körülbelül 70%-ban egyezik meg egyébként az SL-nek a vázával. Tehát nagyon nagy vonalakban, hogyha ezt szétszednéd, akkor hirtelen ránéznél, azt mondod, hogy hasonló pálcikák, hasonló ez a cső, igen, mert ezek is ilyen kis, gyakorlatilag ez egy csőváz. Az első és a hátsó futómű felfogató pontjai azok gyakorlatilag megegyeznek az SL-ével, hiszen egy időből terveződtek, tehát ez abból jött. Úgyhogy az első és a hátsó futómű gyakorlatilag az megegyezik az SL-ével. Ebből kifolyólag ebben az autóban is gyakorlatilag gyári. Tehát, hogy itt nincs mellébeszélés, ez az. Igen, csak az orra ugye hosszabb, hiszen a hosszú soros 8-hengeres motornak az első tengely mögött kellett elférnie. Ez volt az, amit akkor ugye a standard versenyautó építési nagykönyvben meg volt írva, hogy ezért orr-közép motorosnak hívjuk, és jól látjátok, hogy itt még azért elférne az első tenger előtt bőven két henger. Zoli, ugye, mert ez a motor nem az a motor. El van borítva, amennyire lehet, jól látjátok, hogy minél laposabb legyen az autó orra. Ugye az olajteknő? Hát az olajteknő az gyakorlatilag annyi, hogy át van hegesztve a 300-es elnek az olajteknője, át van hegesztve, tehát a blokk hengerfej, ez minden gyári 300-esel. A gyári olajteknőt átheggeztettük úgy, hogy alkalmas legyen a másik irányba borításhoz, tehát hogy ne balra legyen borítva 50 fokba, hanem jobbra legyen borítva 45-50 fokba, és ugyanúgy száraz karteres, ugyanúgy dupla pumpája van, igazából... Szívósor. Szívósor, igen, a szívósor meg a kipufogósor, azok is nyilván át vannak alakítva a karosszériához képest, ezek is a gyári tervekhez nagyon-nagyon hasonlóra van megcsinálva, kivéve ugye a 8 és a 6 henger miatti különbséggel. A szívósor is egyébként nagyon jól imitálva van annak idején, aki csinálta. Ő nagyon szépen imitálta azt, hogy ugyanígy nézett ki kettesével a szívósoroknak a becsatlakozásai. És nézzétek meg a hegesztések is, azok nem véletlenül ilyenek voltak eredetileg. A versenyautó nagyon a szépségre volt, mentek rá, hanem a funkcióra. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden apró részletét, ahol megnézed ennek az autónak, tényleg olyan, hogy ez versenyautónak készült. Ez utcán nem kellett volna, hogy lássa soha senki, ez azért kellett, hogy gyors legyen. És hát nyilván, ha látod, innen, ha belenézel, azonnal látod, hogy milyen könnyű hozzáférni a gyertyához, így, hogy el van döntve a motor. Így van, pumpához beállítani, gyertyához. Befecskendező rendszer, természetesen. Igen. És hát gyönyörű az egész. Egészen elképesztő. Ez a vékony kaszni, amin annyira vékony a fényezés, hogy ott tudjuk megmutatni hátul, hogy még a szegecseket is látod. Hiszen hát, ezzel is, nézd, ezzel is súlyt spóroltak. Igen, annak idején azért ez nagyon-nagyon úgy lett megépítve, hogy a lehető legjobban hasonlítson a gyárihoz. Ezért nem is tudott belekötni aztán a Mercedes, hiszen ha belekötött volna, akkor onnantól kezdve a világ összes olyan gyártója, aki a Mercedes csillagot használja, és másolatokat gyártják, be kellett volna, hogy pereljék. Őket is, így van. Őket is. De mivel ez kvázi az, De mégse. Nem mondhatták azt, hogy... Millió replika futkározik az utcán, és igazából senkinek semmi baja nem volt ezen kívül, az autón kívül... Mert tőletek félnek, mert tudják, hogy meg tudjátok mert, csinálni. Mert ez hasonlít a legjobban az eredetihez. És innentől kezdve nyilván az soha nem fog 135 milliót érni, ezt elmondta a tulajdonos is, de szerintem 20 és engednél a kezét. Van egy olyan érzésem. Szemmel jól látható összegnek kéne ahhoz lenni, hogy ezt szerintem elengedjük. Gyertek, nézzétek meg az üzemanyag tankot. Ugye mivel ez egy hosszú távú versenyekre készített autó volt, ezért nagyon fontos volt, hogy sok üzemanyagot vigyen magával. Jól mondom, Zoltán? Jól mondod. Őt ugye a La Carrera-ra tervezték, 24 órás versenyekre tervezték, Nürburgringre, Le Mans-ra, úgyhogy egy 200 literes tankot belepasszíroztak. Gyönyörű és a formája ennek a tanknak, hogy beleférjen még egy pótkerék oda mellé. Így van, hát hiszen hosszú távú versenyre, ott, ahol nem tud veled szerelő jönni, de legalább egy defektes kereket ki tudja cserélni, úgyhogy két gumit tudsz magaddal vinni, illetve két teljes pótkereket tudsz magaddal vinni. És nézzétek meg, a gumik, a központi anyás kerékágy, a gumik is mind pont ugyanaz. Megvan a kalapács is, amivel leütöd. A gyárival ellentétben ez azért egy viszonylagos fejlesztés volt nekünk, vagy hát aki annak idején építette, hogy már nem dobfék van rajta, hanem tárcsafékettettünk rá, de ez ugyanúgy Mercedesből van.
csak nyilván egy modernebből, de az egész Mercedes, a Mercedes agy van rajta, a Mercedes nyilván egy újabb típusból, de ezek itt mind-mind Mercedes alkatrészek. És hogy mennyivel hátrébb van valójában az egész kabin, az jól mutatja, itt ez a púp. A 300-eselben ez nincs. Itt van, hiszen ez a kerékjárati ív. Igen, a tengelytávja az nagyon hasonló a kettőnek, viszont a motor hosszúsága miatt az egész utas teret hátrébb hozták, és most gyakorlatilag a hátsó hídon ülsz. Az SL-ben is már majdnem ott vagy, igen, de ennél még hátrébb hozták. Igen, egészen, egészen elképesztő, és nagyon-nagyon könnyű. Pontosan ott van súlyban, ahol a gyári autó volt, 1100 kiló az egész, tényleg egy kézzel el lehet tolni, már hogyha ott fogod meg, ahol tolni lehet. Igen. Gyönyörű, nézzétek meg a két, ezeken ugye nincs rajta az Uhlenhaut féle, hiszen ez az SLR versenyautónak a másolata, nincs rajta az Uhlenhaut féle nagy dob, amit ide eszkábált be. Az egy későbbi eszkábálás volt, eredetileg ez ugyanígy dob nélkül így jött van, ki annak idején, és csak is kizárólag azért, mert annak idején kapott utcai használati engedélyt, igen. Muszáj volt egy kicsit lehalkítani, nem utolsó sorban viszonylag, tehát élete vége felé azért Uhlenhaut elég csúnyán megsüketült, már halókészülékkel jött, mert hogy miután nem engedélyezték az autót versenyen, ő fogta magát és azt mondta, hogy hát jó, akkor ezt használom. Ezt használom hétköznapi autónak, illetve a munkáskocsinak, és evel jött-ment, evel járt haza a szomszédai legnagyobb örömére egyébként. És muszáj volt lehalkítani, de még úgyis nagyon-nagyon hangos maradt az autó, úgyhogy... Ez is hangos, hála jó Isten! Igen, úgyhogy élete végére ezt meg is jegyezte egyébként, hogy miután elég sokat vezette ezt az autót, hogy ebbe süketült bele. Hozzátett. Igen. És hogy mennyire, szóval minden, ez az. Nézzétek meg, hogy kell benne ülni. Az eldöntött motor Be tudsz bele szállni? Jobb egy, valahogy beszállok. Nincs jó, okay. az Isten. Hogy az eldöntött motor miatt, hogy egyrészt itt van a korabeli kormány, ezt nézzétek már meg el, ezt megmutatom nektek közelről, hogy ez volt a korabeli versenykormány, ez a Stirling Moss kormánya. Igen, őt a picskolta. Van rajta egy retesz, amit ha lenyomsz, hátra húzod itt ezt a kallantyút, és ez rögzíti innentől kezdve a kormány ricnin, magát a kormányt. Hiperkönnyű, nagyon könnyű, és nézzük, egyszerű a forma, a szükség diktált a formával. Csavarok, szegecsek, kész. Az egész nincs másfél kiló, így ahogy van. Ezt ki kell venni, hogyha ki akarsz szállni. Különben nem férsz benne el, hiszen mivel a motor el van döntve, ezért először ide behoppansz az ülésre, behúzod a lábad, majd a lábad közé veszed a váltót magát. Így ülsz benne. Így. És a lábad közé veszed még a kormányt is. Hopsz, bocsánat. Megnézed, hogy a ricni... Normális esetben bárhogy rámegy. Normális esetben bárhogy rámegy, így. Úgy, és most nyomod meg a gombot. Ez az. Így. Így kell vezetni. Ezt képzeld el, hogy Stirling most nyilván egy kisebb ember volt, de Juan Manuel Fangio azért nem volt egy törpe. És tulajdonképpen beleér a térdedbe a kormány. Plusz még képzeld el, hogy a nyitott változattal mész, a Mille Miglia, melletted a Mitfahrered, 200-250-260-nal, éjszaka a fák között, egy rongynyi úton, így. Itt a váltó, ami beleér a combodba, itt a kézifék hátul, van egy retesz, hogy ne tudjál rükit kapcsolni, és így vezetsz. Órákon át, kesztyűbe, tolod, húzod a kormány. Nincs szervófék, nincs szervókormány, semmi. Rád oda. Gyújtást, AC, megnyomod a gombot, és felordít a motor. És egyébként ezt azért csinálták. Plusz még magadra csukod úgy az ajtót, hogy beleér a fejed, hogyha haube van rajta. Igen, ugye amikor Moszék megnyerték 55-be a Mille Miglia-t. Mille Miglia-t. Igen, azt ugye a nyitott SLR-rel csinálták. Igen. És utána azért kezdték el fejleszteni ezt a csukott karosszériát, hogy a versenyzőknek kényelmesebb legyen. Igen, a terhet levegyék, terhet, na hát ennyi lehetett kényelmes. Így van. Egészen elképesztő. És ezt az autót most vezetni fogjuk, és igazából nem az van, hogy félek, mert akkor legfeljebb lassabban megyünk, csak el nem tudom képzelni, hogy tudok én itt mondjuk bevenni egy kanyárt. Nem úgy gyorsan, még lassan se. Hát vagy váltok, vagy nem tudom, nagyon-nagyon rövid végáttétel van benne, nagyon ugrik a gép, irgalmatlanul erős, mert ez most körülbelül ilyen... Nagyon kellemesen megy. Nagyon kellemesen megy a szemét, azt mondja, kellemesen megy. Ez, hogy itt ülsz ebbe, ez
valószínűleg soha többet senki nem fogja vezetni ezt az autót, hiszen a tulajdonosa civil, is csak a civil, úgymond, tulajdonosa is csak tegnap volt vele először egy hosszabb túrán. Mindene. A teljesen más a zsanér, ugye ezt be kell törni ahhoz, hogy magadra tudsz zárni. A kis plexi ablakot. Ez gyárilag is plexi volt. Gyárilag is plexi volt. Így nyitod, így rögzíted, hogy kapja egy kis cúgot. És így tűz egy ilyen üvöltő motorba, a váltóval a lábát között, hátul, hátsó tengelyen. Itt van ez a kulissza, ez így nézett ki eredetileg. Láttad? Ez meg volt képbe. Minek a gomb, Zoli? Avval oldod a reteszt lent. Akkor tudsz egyest váltani. Mikor behúzod, úgy. De egyest nem kell váltani. Nem kell, de ha egyest akarsz váltani, akkor így simán, így nem tudod áthúzni, hanem nyomod a gombot. Hiszen egyesben nem kell. Annyira rövid, hogy úristen. Baszki. És ebben ezt el nem tudod képzelni, hogy a mai fejjel ez felfoghatatlan. És ugyanígy ült benne ő is. Ebben a szűk ülésben. Öv még volt már egyáltalán, öv. Még nem volt öv se. Volt keresztül, ha volt is, akkor maximum keresztül volt egy medence, egy-két pont, egy medence. Te csodálkozol, hogy annyian meghaltak. Hát egy ilyennel felborulsz, egy ilyen vékony kasznis, nulla súlyú csővázas valamivel, hát te hol mászol ki belőle? Hát egy olyan 200 liter benzin van mögötted ember. Motorozni se azért mész, hogy elessél. Hát nem. Igen. Amikor te felülsz a motorra, vagy beülsz egy ilyen autóba, akkor ezzel tisztában kell lenni, hogy ebben benne van. Fantasztikus az egész. A múltkori SL se volt piskóta, de ez, hogy ebbe az autóba most beleülhettünk, hogy ezzel mehetünk egy karikát, ez őrület. Beszarás. Nagyon hátul ülsz, nagyon kicsi az egész. Úristen, nem is tudom, hogy fog elférni. Ha rácsukom a fejeden, fejednek van helyed? Nem érdekel, lesz. Hát, van valamennyi. De már beleérek, látod, már nyomom ki a tetőt. Jó, hát ez... A kuntásban sem volt sok helyed. Nem, volt se. Srácok, na, hát SLR. Az ilyen. Menjünk, nem? Gyi. Szervós, azért ezt mindig mondogatni kell. Ezt az 1000 kilót ezt nagyon jól fogja. Nem érzel belőle semmit, hogy nem az. Nagyon könnyű a kormány. Hát ugye hátul van a motor. Meg el akartam mondani, hogy a motornak a nagy része nincs az első tengelyen. Hát mert látom, mert itt van a lábam között. Nem egy barátságtalan autó. Nyilván amikor padlógázon mész, akkor... Hát persze, meg hát gondolj bele, hogy ez a mai Grand Prix versenyen
tehát ember, hát nincs. Vagy egy nem Grand Prix, de mondjuk egy millenián, vagy valami ilyen. Legalább ki tudtad gyújtani magad, mert nem volt tető a fejed fölött, de... Az Zuhlenhaut is egy nagy derev ember volt, hogy ő mit csinált, azt én nem tudom. Pedig ő 3 vagy 4 másodperccel jobbat ment, mint a Fangio annak idején a Nürburgringen. Igen, beugrott, mert mondta, hogy nem igaz, hogy nem jó az autó. Nincs utat? Beállítva. Igen. Ja, beült nyakkendőbe, öltönybe, és ment egy 3-as Traver. Mondta neki, hogy gyakoroljál még kicsit. És ugye itt jött elő az, hogy miért vett volt szűkre, ilyen... Vett szűkre. Miért volt ilyen alkarjuk, mint Popeye-nek, meg bicepszük, ugye tolták a kormányt. Húzták, tolták, folyamatosan ment ez a masszírozás. Mit húztál rá? Szerintem a lámpát. A lámpát, igen. Mert ez? Van egy motorosunk. Nem tudja, hogy alig látom ebbe a tükörbe, most megy el. Megelőz? Na végre. Meg. Tényleg jó a fény. De öregem, ez 2000-es fordulat, ez semmi, ez nulla. Nagyon kedveli az 5-6-ot, vagy 4 és 6 között. A fülem is. Tessék! Azért baszki. Itt fordulgattuk meg mindig, nem? Igen, de nem kell, menjünk de most tovább. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Fú, te azért ez... De nem szeret az autó így menni, úristen! Hogy vigyorog a G-t? De nem szereti az autó ezt a tempót. Ezzel mit felelnek sem volt ott, már egy az élet? Figyelj, az élet! Jó, csak képzeld el, még az öletben van az itiner, meg a minden. Jó, de ez egy kényszerülés volt itt, ez nem hát azért ez lett kitalálva, mert ez olyan szuper, hanem azért kellett. Szerintem egyébként a... Mi a legdurvább? Bocsánat, fejezd be. Szerintem egyébként csak is kizárólag az utcai... minek mondják ezt a Strassenzulassungot? Igen, közúti forgalomban. Közúti forgalomban való üzembehelyezésre kellett 2 személyesnek minimum lenni. Tudod mi a legdurvább? Nincs hova letenned a lábat, ha pihentetni akarod. Nincs lábtámasz. Azért a modern versenyautókban nem véletlenül van. És fél col széles gumijaink vannak, ember. Go! Ja, igaz. Honnan jó vagy? Honnan jó? Aha, tökéletes. Ő akarja. Fú, ezek de nagyon. Megint a mér. Szépen megy! Nem egy ijesztő dolog. Á,
Hát, még nem lett följebb a fordulatszám. De várj. Meg ez, amikor versenyszituációban megy, és tempózol. Az vattáleg. Ott már ijesztő lehet a 6,5-szoros. Ott nagyon. Öreg viseli nekem menni. Ott csúszka az hátul felé. Nagyon jól irányítható egyébként az autó. Amúgy igen. Én mondom, én vezettem viszonylag gyorsan is. Értem a célzást, de ezt már egyszer eljátszottam. Szakmai ártalom, tudod? Ezt is megdugtam, azt is megdugtam, azt is megdugtam. Na jó, hogy nyilván lenne egy versenypályája, az embernek van hova korrigálnia. Persze. Meg nem pályá beforog itt azért, ne essünk már ki rögtön oda vele. Mert értem én, hogy ez csak mondjuk 20 vagy 30 millió euró, de... Jó, de nem kell feszegetni. Nem, egyáltalán. Nem a miénk. Nem a miénk, így van. 18 évig épült ember. Fú, de kemény. Ebben azért a váltigép, meg a bicó, minden megvan. Nagyon jó lenne, ha tudnánk olyan felvételeket csinálni, amikor tudsz vele tempózni. Kíváncsi vagyok rá, mert hogy azt mondtad nekem, hogy a kontas az egy mérföldkő volt neked. Igen. Hogy... Meg kell tanulni vezetni mindent. Igen, de hogy érzés, hogy a lelked hogy érzi ebbe magát, hogy ebbe mennyire érzed magad félelmetesebbnek, vagy veszélyesebbnek, vagy nem tudom. Figyelj, nyilván veszélyes az egész, minden veszélyes, ami korabeli versenytechnika. Mert annyira más világ, annyira más követelmények voltak, akkor nekik ez volt a normál versenyautó. Nincs szervófék, nincs szervórás segítés, sehol. De még látod, hogy oda fogsz kisodródni. Igen. Más. Itt ez nem ez a történet. Jó esélye, hát soha senki nem fogja ezt az autót civilként vezetni. Úgyhogy igazából nekem már is egy fantasztikus dolog, hogy a Sterling Moss kormányát fogom, és hát azzal az autóval megyek 98%-ba, amivel ő is megnyerte, vagy nem megnyerte, de ami neki készül. Azért nem véletlen, hogy titeket perelt a Mercedes, más meg nem. És nem véletlen, hogy elbukták. Ha igazad van, igazad van. Valószínűleg nagyobb fordulaton már nem fogjuk hallani egymást. Csak mondom. Ezt ugye nem neked mondtam. Mert ez neked evidens. Mondom én. Egy sor 8-as Maseratit, minden, amik fele ennyi kiló voltak. Ott ültél kint egy nyitott kokpitba, egy ugyanekkora kormánnyal, kaptál az arcodba mindent, a kavicsot, az olaját, a szúnyogot, mindent, a másik kumitörmelékét, mindent. Én ismerem a Maseratinak, viszonylag jóban vagyok abban a szerelővel, aki karbantartja a Maserati S200-nak a prototípusát. És én azt test közelből láttam, szereltem is. Beteg. Igen, tehát az a 2000 köbcenti, 180-190 lóerő szívó motor. És akkor azok még a kicsi autók voltak. És nincs 600 kiló a kocsi. Már mögöttük van egy autó. Oda nyomjuk be. Kakas herepörkölt. Ez kakas herepörkölt. Mi? Fincsi, mi? Ez az. Úristen. Ez pusztulat.
Szóval, igen. Hát ez... Most már érted, hogy beszéljük el át hanggal, akkor... Ezt 6D-be kéne leadni, mert hogy a szagok... A szag, a hangja... Fú, baszki, ez igen, egész... Visszajöttetek, úgy éreztem, hogy kiabáltok velem. Rosszat tettem, pedig csak a halláskáros út leszel. De nem, amúgy meg jó, meg érzed, de hát sokkal többet kéne vele menni egy pályán körbe-körbe ahhoz, hogy izé... Ez egy versenyautó. Hát, ez korabeli. 100%-ban. Kilátsz az útra, ott a pedál mellett. Igen, én itt néztem ki a váltónát, ja, hogy jó. Néztem az aszfaltot. Semmi fölösleges. Hát nincs. Az, hogy a csípőm az így el lesz deformálva, az egy dolog, de boldogan leszek nyomorék egy életre. De hallod? Király, itt a drőn. Jó, akkor mehetünk. Ott fönn megy, az a fehér csík. Úristen. Gondolom most azt akarja, hogy ne izéljünk. Hát mert a drónnal nem tudja tartani a tempót venni. Igen, a finom elindulásra ezzel nem ennyi városba. Ez a váltó. Ugye a hátad mögött húzod a negyediket. Hát gondolj bele ebbe, hogy ezzel nézd, hogy mille milyen. Nekik legalább annyi előnyük volt, hogy ki tudta dugni a fejétbe. A Sterling most nem volt egy nagy ember. De figyelj, ezzel olyan sebességgel. Hát, én csak akkor mernék menni, ha megmondanák, hogy utolsó napjaim vannak. Ez halál. Majdnem 100 mérföldes átlagot mentek. Közúton, éjszaka, sötétbe, fák között, ezeken a kerekeken, ilyen teljesítménnyel. Ólommal a fülébe vagy mi? Én nem tudom, mennyi jön át a felvételből, de ez brutális. Száz mérföldes átlagot, ez azt jelenti, 130-140-nel mentek, amikkel többen. És most majdnem. 2000-et forog. Hát most semmi, most gurulunk lényegében, hogy a drón az tudjon jönni velük. És ez az autó ezt nem szereti, ezen érzed, hogy ez killódik ilyenkor, mert a kuplung, jaj, bocsánat, és közben így szét van téve lábad, mint a szülőszobán. Hát én konkrétan összehúzom magam ilyen banánba, hogy tudjál vezetni. Ugye te érdeked is, hogy össze legyél húzom. Há, hülye vagy, persze. Mert itt, ha beesünk az erdőbe, akkor már nem is érdemes élni igazából. A irány Mexikó. Hát már inkább ki se szedjelek. Már akkor készen vagyunk. Azt a kárbejelentőt nem akarom aláírni. Hát mindenkit ide tereltek. Most onnan nem jöjjön senki. De egész ügyesen kezelem már a kuplungot, dicsérd már meg. Ne, nagyon jó. Ott van fenn a dombok.
már nem ült többet ebbe az autóba, és így elhattuk. Bocs, várj, a drón már nincs meg. Jó, megyünk el, lassunk még. Pupillám kitágult, mint a felszívtam volna egy csíkot. A tükör nincs, ez van. Nézd, én oldalra jön-e valaki, nem tud semmit. De minek kezdem? Hát azért. Látsz valamit? Hát, látod, hogy van-e mögötted valakire. Mindig beugrik, hogy mennyi pénzzel szórakozunk minket a máséval. Aha. Főleg szar. Mindent, ami van, meg amit kölcsönkérünk, eladunk. Azt az lesz a kezdő részlet, hogy megszólalhassunk. És kilátok a váltót, ott mellett látom az aszfaltot. Érdekes érzés így autózni. Magzat pózba. Azt hol a drón? Nem tudom, de adunk most neki időt. Brutóér a benzinszeg. Nézd meg ezt a fordítót. Ezt a rudazat fordítót. Ez brutális, csinálját.